Hello, sziasztok, kedves követőim! Üdvözöllek titeket újra itt a Beauty csatornámon, és mint az előbb láthattátok, én már készen állok, felszerelkezve, hogy bevegyem magamat a Rossmannba. Erre tartogattam az ajándékkártyámat, amit ajándékba kaptam. Van rajta egy szép kis összeg, úgyhogy lesz miből vásárolnom. És itt van ugye a klubkártyám is, 10% kedvezmény, és lássuk, hogy miket tudok zsákmányolni. Érdekel titeket, hogy mit sikerült, maradjatok velem! Na, sziasztok, én már itt vagyok, maszkba, csőre töltve, és akkor lássuk, hogy mit sikerül szerezni. Sziasztok egyébként, rohadt sokan vannak, meglepődtem, de úgy nézem, hogy van minden, úgyhogy haladok. Sziasztok! Ez azért nem volt semmi, mert bepakolni körülbelül negyed óra alatt bepakoltam, de lehet, hogy még annyi se. Viszont körülbelül 30 percet álltam a kasszánál sorba, és mivel ajándékkártyám is volt, Rossmann kártyám is volt, ki kellett hívni a vezetőt, mert a szegény kasszás, hogy az se tudta, hogy mi van, de sikerült, és nagyon-nagyon jól sikerült bevásárolnom. Otthon találkozunk. Sziasztok, haza is érkeztem, és már kiraktam, itt van előttem az összes termék. Én most nem fogom olyan részletesen ebből szerintem egy ilyen bemutatót tartani, nem szeretném, hogy ez egy ilyen végeláthatatlan hosszú videó lenne, csak így gyorsan megmutatom, hogy miket sikerült vennem, és a lényeg, hogy milyen jó áron. Ezt a részösszeget mutatnám nektek először is, itt van egy 19.071 forint, ami 25.000 nem tudom mennyiből alakult, tehát ezek a mínuszok, amiket itt láttok végig a papíron, ezek, ha nem lettek volna, akkor ilyen majdnem 26.000 forint volt. Ebből alakult át 19.071 forintá, lejött belőle 10%-os Rossmann kupon, 17.163 forint lett így a vége, és ugye nekem volt egy ajándékkártyám, ami 10.000 forint összeget tartalmazott, és az egésznek így a legeslegvégén, amikor kifizettem, 7.163 forintot fizettem. Tehát ezt nézzétek, a 7.163 forintot ezért a sok mindenért, úgyhogy én szerintem, én nekem ilyen glamournapos vásárlásom még soha nem volt. Jó, hogy tartogattam ezt a 10.000 forintos ajándékkártyát, amit a szülinapomra kaptam. Hát nézzük csak, hogy akkor miket is sikerült venni. Nos, először a férfi szekciót mutatnám. Tehát van itt egyszer egy ilyen Nivea Energy Shower Gel. Ez egy 24 órás védelmet nyújtó tusfürdő, és van, egyébként azt még elmondom, hogy ez tipikusan ilyen férfiaknak kitervezett, tehát megtervezett, hogy body, face and hair, tehát így mindent kb. Egyszerre meg tudnak egy termékkel oldani, hát nem úgy, mint a nőknél, hogy 8 féle cuccot használunk egy fürdésnél, és 2 Adidas dezodor, 0 alumínium, 48 órás védelem, ezt még nem ismerjük, úgyhogy ezt majd most fogja kipróbálni, ezt a Get Ready-t. Ez a férfi szekció. Ha már tusfürdő, akkor, illetve nem tusfürdő most, hogy legyenek a tusfürdők, hogy én itt zoomolok a dábra. Jaj, mindegy, nem állítom le a felvételt. Mindjárt áttérünk a tusfürdőkre, de a dezodoroknál, azt akartam mondani, hogy ha már dezodor, szóval vettem magamnak, ezt nagyon szeretem, ezt a 72 órás védelmet nyújtó Adidas, mi ez? Dezodort, női dezodort, és hát az originál nem volt. Képzeljétek el, pedig a 0. napon voltam, és nem volt az originál, már teljesen le volt foszva, úgyhogy ezt a Powder Softot vettem, illetve ezt az Invisible Dry, érzékeny száraz bőre, 48 órás védelem. Mindegyik, ő meg 72 órás, úgyhogy szuper. Szokásos Paradontax fogkrém, ebből vettem egyet, én ezt nagyon szeretem az érzékeny fogaimnak. Nagyon jó, és amióta ezt használom, ez még fölülírja a Sensodyne fogkrémet is nálam, szóval ez nálam tényleg a leges-leges legjobb. Egyáltalán nem érzékenyek a fogaim. Nekem az egyik fogamat még be is kellett ecsetelni, mert annyira érzékeny volt az íny résznél.
Hát komolyan gyerekkoromban volt ott olyan ilyen ecsetelés, de hát azt hittem akkor, hogy meghalok, de azóta, és ezt használva semmi problémám nincsen, úgyhogy jött egy fogkrém is. Vettem két testápolót, nekem ez a testápolózás nagyon fontos. Ebből a Love Beauty and Planetből szerettem volna megvenni a testvajat, de az nem volt. Úgyhogy lecsaptam erre, ugyanaz a Murumuru Butter and Rose, imádom ezt az illatot. Úgyhogy már majdnem azt mondtam, hogy veszek belőle kettőt, de mindegy, hát egyet vettem, mert vettem még a Lactobitot is, amit szintén nagyon szeretek, és nagyon-nagyon bevált. Ez ilyen bőrvédő hatású, pláne most elég sokat megyünk úszni strandra, úgyhogy nagyon jó utána kellemesen, én nem szoktam leégni, mondjuk elég jól bevédem a bőrömet, de akkor ezzel bekenem a testemet, és nagyon-nagyon jól hűsít. Úgyhogy ez egy ilyen testápolási szekció. Az elfogytak videóban mutattam, hogy nekem két tusfürdő kedvencem van, a Palmolive és az Izana. Úgyhogy én most megvettem az Izanából ezt a Rose Dream-et, ez egy ilyen Zauberhaften Rosenduft, tehát ilyen varázslatosan rózsa illat. Megvettem ezt a gyöngy, hát én ezt nem tudom, hogy milyen gyöngy kivonat, mert én először azt hittem, hogy ez rózsa illat lesz, mert ezt most már újra vettem másodjára, de hát gyöngy kivonatot tartom, az egy nagyon kellemes, egy picit ilyen, mindjárt megszagolom, de ilyen édeskésebb. Igen, szóval nagyon-nagyon finom, egy kicsit majdnem olyan, mint egy ilyen rágógumi illat, és megvettem ezt az orchidea és vanília, egyébként ezt is mondtam többször, hogy ami vanília, vagy kávé, vagy kakaó, tehát az nem az enyém, de viszont ebben nem érzem a vaníliát, annál inkább a virágot, úgyhogy ez nagyon-nagyon tetszett, őt még nem próbáltam ki, és hát a kedvencem, ugye ez az Almond and Milk, ez a mandulás, őt megvettem az orchideásat, és a szokásos szenzitív, ezt az ilyen tisztaságillatot, ez az egyik kedvencem, úgyhogy ők a tusfürdők. Többször említettem, hogy a Himalája az egyik kedvenc arcápolási termékcsaládom, és én ebből most be is ruháztam egy, és már ezt is használtam, egy arctisztítót. Ez egy diós radírozó arclemosó gél minden bőrtípusra, és én ebből ezt a típust még nem próbáltam. Érzékeny bőrre, illetve vegyes, zsírosabb bőrre való ilyen arcradírozó face clearinget már próbáltam, de őt nem, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Amit még vettem a Himalájától, és ez viszont egy nagyon jól bevált, ez is egy ilyen arctisztító, ez egy kicsit ilyen habzó, de nem annyira habzik mondjuk, mint a Mixa. Ez normál és zsíros bőre van, ném habzó arclemosó, az, hogy mi az a ném, az én fogalmam sincs, de azt írja, hogy a ném növény a micsoda? Megtisztítja a bőrét felesleges zsírtól, szennyezésre, blablabla, ném a növény kurkumával együttesen hatékony az aknék és pattanások ápolásával. Hát nekem sem akném, sem pattanásom nincs, de én ezt már használtam, most már végre meg is tudtam, hogy a ném az egy növény. Úgyhogy én ezt nagyon szeretem, és állati jól nyugtatja a bőrömet, és nagyon szeretem ebben még a sminket is lemosni. Bár vannak itthon arckrémeim, és még egy Zelka is figyel bontatlanul, és vár a sorára a fiókba, viszont ezt nem tudtam otthagyni, mert el is nagyon jó 100% kupon volt, és eleve azt hiszem, ilyen 1200 forint áron van. Nagyon szeretem a L'Oréal-nak ezt a Hydra Specialist 24 órás hidratáló ápolóját. Ez egyébként itt jelen esetben egy ilyen éjszakai krém, de én ezzel egyébként annyira nem szoktam foglalkozni. Én simán fölrakom akár tusolás után, tehát nappal. Az a lényeg, hogy hidratáljon. Az, hogy most végül is milyen napszakba teszem föl, ezek nem olyan durván gazdag és sűrű krémek, tehát ez egy ilyen lágyabb összetételű textúrájú krém, simán nappal is föl lehet rakni. A Dioderminnek az éjszakai krémét nappalra már nem tenném föl. Tehát az egy ilyen sűrűbb krém, de ő nem az, úgyhogy jött velem. Most fog elfogyni a Revolutionnak az alapozója, amit használok, és az F3-asat használom, és hál' Istennek volt, úgyhogy ő az egyetlen smink, amit elhoztam, őt lemeltem a polcról, ugyanis egyébként elmondom, hogy én
Én ezt korrektornak is használom. Tehát most például korrektornak használom, és nagyon-nagyon jó fedésű, nagyon-nagyon szeretem ezt az alapozót. Ez nem egy lágy alapozó, ezért mondom, hogy inkább korrektornak használom. Majd télen egyébként jó lesz, addig szerintem kitart, ami most van. Úgyhogy ez az egy sminkcucc, és ez jött velem. És a végére hagytam hajápolási cuccokat, méghozzá három fajta márkától. Az egyiket már tesztelem. Ez a Tresemmé márka, amiből én most egy ilyen hajápoló szérumot használok, és szerintem komolyan én érzem, hogy tehát szebb tőle a hajam. Tehát én nekem egyébként annyira nincs problémám a hajamnak az állagával, vagy az állapotával, de most mostam meg a hajamat, és én ezt hajmosás után szoktam fölrakni, így bele szoktam masszírozni a hajvégekbe, így mondjuk innentől lefele. Most egyébként hát elég hosszú a hajam, most már nagyon kéne, vagy le kéne vágni, vagy nem tudom, amit kéne bele csinálni, mert most megint az a hossz, ami nekem már egy kicsit túl sok, amúgy is rengeteg hajam van. Viszont ki akartam próbálni további termékeket ebből a termékcsaládból, úgyhogy megvettem a festett színezett hajra való sampont. Egyébként ezek nagyon jó, nagy kiszerelésűek, 400 ml. Megvettem ugyanernek a családnak, tehát a színezett hajra való, tehát a vibrálást is fényt ígér, a kondicionálóját, a balzsamát, ez is 400 ml. És vettem egy ilyen mély hidratáló pakolást, az pedig ő. Megmutatom őket így fordítva is. Szóval ő a pakolás, látjátok, biotin és repár, tehát 7 hajpakolás károsodott hajra. Én mindig a károsodott hajra veszem, szóval én úgy gondolom, hogy az biztos, hogy tele van tolva mindenféle jósággal. Nem mondanám károsodottnak a hajamat, de én mindig azt a pakolást veszem meg, tehát ez ilyen tudatos. Ő a balzsam. Látjátok, és ő pedig a hajsampon. És mindegyik azt írja, hogy könnyű fésülhetőség, kocolódás ellen védelem, ragyogó szín, argánolajjal. Hát az argánolajat meg amúgy is imádjuk, úgyhogy ez a Tresemmé család. És vettem, ezt viszont Melinda barátnőm ajánlgatta múltkor, ezt a ilyen nagyon szépen kinéző, ilyen rózsák, meg nem tudom, milyen izé, cseresznyevirág, talán igen, a cseresznyevirág, igen, kirsblüten duft. A kirs ugye az a cseresznye, tehát ez egy cseresznyevirág illatot tartalmaz állítólag, majd megszagoljuk. Száraz sampon. Száraz samponra szükségem volt, még vettem egyet, ugye Izana kuponom volt, ez viszont már többször vettem, ezt a sötét hajra való száraz sampont, semmi extra. Megvettem egy Taft hajlakot, ez mindig kell, most egyébként nem a feketét vettem, hanem ezt, és ez csak egy 4-es erősségű, Ultra Strong 4-es, ez így bőven elég. És az utolsó, amit vettem, az pedig a szokásos hajszínezőm. Ez egy ammónia nélküli, én ezt használom. Igaz, hogy a burgundi vöröset használtam most párszor, de most megvettem ezt a ragyogó vöröst a Szájosztól. Szóval, lányok, fiúk, ennyi volt az én idei 2020-as júliusi elhalasztott, de ma bepótolt glamournapos kis vásárlásom. Én szerintem ennyi mindent 7000 forintért. Ilyen jól még soha nem jártam, úgyhogy most egyébként tényleg meg vagyok elégedve, úgy unblock mindennel. El is köszönök, remélem, hogy érdekesnek találtátok ezt a videót, találkozunk hamarosan. Sziasztok!